Köszönjük nagy-nagy látva, elkészült a jelenetekkel, kicsit félig, meddig belőzőbe megérkeztünk. Szeretnélek benneteket köszönteni abból az alkalomból, hogy immár a Vámbéri Ármin vezérkerülnek a harmadik fordulóján itt találkozunk. 35-en jutottak tovább erre a vezérkedőre, és látom, hogy vannak olyan csapatok, akik még beszerveztek maguk mellé a jelenethez egy-két segítőt, ami nem probléma, nem baj, és ezeknek a segítőknek ér majd egy-egy arany tallért fogok adni a csapatásként. Nagy szeretettel köszönök mindenkit, iskolám nevét Vámbéri Ármin viseli, és ez alkalommal szeretnék hagyományát tenni, hogy minden évben egy-egy beszélgető a Vámbéri Ármin életéről és munkásságáról. Felkérném Földesi Lászlót, intézményegységünknek a vezetőt. Köszönök benneteket, és azt szeretném elmondani, hogy talán én sok információt elmondok, csupán azt szeretném hozzáfűzni, hogy ez egy nagyon fontos alkalom, hogy itt találkozunk, hiszen a regész iskolát megmozgatta ez a vezérkerül, nagyon sokan benne vesztetek és szerepeltetek, és igazából már két éve, hogy fölvettük a Vámbéri nevét, hát jó egyébként ez. Tehát igen, igen jó dolog az, hogy ennyien érdeklődnek és ennyien részt vesznek ebbe a versenyben. Azt is el szeretném mondani, hogy ez a verseny egyrészt előkészítője, másrészt egy szakasz annak a felkészülésnek, amin iskolánk is részt kíván venni majd a nemzetközi Vámbéri versenyen, amit Dunaszerdahelyen rendezünk meg. És minden évben, úgyhogy az idén is képviseli majd iskolánkat két csapat és a jövő évben is, és úgy nagyon fontos az, hogy megismerkedjünk iskolánk névadójával, és nem csak az iskolánkat, hanem Csetényt is, mint falut is képviseljük majd ezeken a versenyeken. Tehát én mindenképpen jó szereplést és jó felkészülést kívánok nektek, és kívánom azt, hogy ténylegesen hasznos legyen a mai délután. Köszönöm szépen, és most pedig ismertetném ennek a vetélkedőnek a menetét. Két fordulóból fog állni a vetélkedő. Az első két forduló előzetes felkészülésből származott. Megkaptuk mind a hét csapattól, az volt a feladat, hogy készítsetek keleti ornamentikájú rajzokat, a per 3-as rajzlapra, ez az ornamentika bármilyen lehetett, épületről, szőnyegekről, bárhonnan levéve, könyvekből, internetről levéve, tehát ez nem volt megadva, és ezeket a rajzokat a Ladányi tanár úr asztalán már láthatjátok is, és ő bírálja, 1-től 10-ig lehet kapni a pontokat. Ez az első forduló. A második forduló pedig Vámbéri Árminnak az igen gazdag és kalandos életéből 7 jelenetet fogunk látni, és ezzel fogjuk folytatni a vetélkedőt. Amikor Vámbéri a Csetényi Grünfeld úrnál hátrányítóskodik. Mennyi pénzért adtad el az almáriumot a vásárba? Nem több, 20.000 forintnál. Az már elég sok pénz, nagyságos uram. Az bizony. Elég későre járt, ideje lefekvett el. Igen, igaz, teljesen elvesztettem az időjéletemet. Jó éjszakát! Minden értéket tegyenek a zsákba, ne ellenkezzenek! Csak ennyi van, ez egész családi vagyonom. Hazudtál az ember, mindjárt a más világra küldelek. Ha önökkel nőjön engem, se gyerekem, se feleségem, könnyebben szólál. Szegény öltöd, ne bántsa a másik szegény. Pedig ez nem akkor, még ki sem mentem.
biztos itt van valahol. Valamelyik szolgám ellopta. Hozzátok be a csodatévő sejtet. Ez a kakas egy csodakakas. Hogyha valaki megsimítja, elkukorékolja magát és elárulja, hogy ki a tolvaj. Mindenki simítsa meg. Bukjátok el a kezeteket. Most emeljétek fel, és kiderüljük, hogy ki a tolvaj. Ő a tolvaj. Ó, felséges uram, kegyelmet dár a fejemnek. Csönd legyen, te megkapod méltó büntetéseket, te pedig csodatérő sejt, méltó jutalmadat. Léptek. Uratokat keresem Fagerdin doktort. Ő éppen itt van már, de a sok elfoglaltság miatt nem hiszük, hogy tudja fogadni. Kérem távolról. Na hát, milyen barátságtalan szolgái vannak ennek a doktornak. Még egy dervissel is szemtelenkednek. Mi nem szemtelenkedünk, mi csak elmondjuk a véleményünket. Ó, ez esetben én kérek elnézést, de azt is kérem, hogy hadd mehessek be gazdátokhoz. Úgy hallottam, hogy népeszek, szent lehetetek. Rendben, elmesélj! Üdvözletem, Dervisem! Ó, Allah szolgálja! Ragengiri doktor vagyok! Gülgőszavú rózsák ingatottanak neked, doktor! Úgy hallottam, sok ideje itt élsz Ázsiában, de a keresztény hitről még mindig nem tértél át a Mohamed áhitre, aminek csodatevő hatása van. És ezt mivel tudosítod? Szólj hozzám bármilyen nyelven, és meglásd, az a nyomban ugyanolyan szóval válaszolok neked. Do you speak English? Yes, I do. Behetsz Deutsch? Ja, ich behetsz Deutsch. Jó, igazad van, de azért te mégsem szeretnéd vallásomon változtatni. Kár, de én amúgy sem hittérítő vagyok, hanem egy országjáró. De ha nem haragszol, most visszavonulok. Jó éjszakát. Dervis, ha akarsz, megszállhatsz nálam. Nem, jó lesz nekem az én hajlékomban is. Ó, milyen furcsa nyelved. Ez csak amolyan halandzsa volt. Nem hiszem el. Olyan európaiak az arcomásaid. Ez csak véletlen egybeesés. Nem, de véletlenül vagy. Na jó, te jöttél, valóban európai vagyok. Jaj, de jó, örülök, hogy befértél hozzám. Milyen nemzetséged? Magyar földről jöttem. Még ilyen nemzetből úgysem volt meg nékem. Kérlek, szálljon nálam. Köszönöm, hogy feltárad előttem hajlékodat. Elnézést kérünk a késői zavarásért. 5
az József bátor úr küldött minket. Azért, hogy vigyél önt a nemzeti kaszinóba, Edvard herceg látni szeretnél. Sajnálom, uraim, ez nem lehetséges. Nem szoktam olyan helyre menni, ahová nem hittak meg. Bizonyára adminisztrációs hiba történt. Uraim, ugyan már. Bármilyen egy kis rosszul létezik. Nagyon jól érezte, hogy maguknál, uraim. Szeretném két nap múlva utat ugyanis én vendégül látni. Megtisztel bennünket. Én professzor, kedves barátomat. Engedjék, hogy megmutassam Bálint professzor, kedves barátomat. Engedjék, hogy megmutassam kedves barátomat, Bálint professzor. Bármérnek elfogy a pénze, és Jakub herceghez ment, hogy pótolja az anyagiakat. Hiszen biztos vagyok benne, hogy trendi vagy, mert az igazhitűek nem verik a taktust a lábukkal semmilyen zenére. De biztos vagyok abban is, ha az udvaromból bárki is rájönne erre, de innen élve el nem mehetnél. Adok egy jó szavarat, hogy tud folytatni utalat. Szállalom Melki, én délben veled ölt herceg. Áll el, növelsz a hosszú a szakálladat, kormányoz békében országodat. Örülő, hogy fiatal korod ellenére ilyen bölcs vagy. Kísérjétek ki. Csak egyszer szabaduljak innél.
Jól vastagnak a van. Uramisten, segíts, hogy elkerüljem a hóhért vallását. A szóba visszatérnek szépköntösen. Igen, kedvesen én ajánlékám. Ön szerencsés ember. Én is így gondolom. Vámbéri, az ajánlék átvétel után megkönnyen múlva. Most ez a hajdalmasra éppen befejezte Bécsben francia nyelvű beszédét. Milyen szépen beszél ez a hajdalmasa. Bizony kedves tecsit, aki állj beszél. Lám ez a török, milyen jól tudja a francia nyelvet. Vajon milyen nyelven ismerője vagy még? Felséges uram, tudok németül, franciául, arabul, perzsául, de még egy kicsit magyarul is megtanítottam. Milyen művelt ember? Magyarul? Igen kíváncsivá tettél, hogy magyar tudásod is olyan ékesen, mint a francia. Bemutatnál tudásod itt a Bécsiek előtt a kedvemért? Hát persze. Mégis úgy tud a német, hogy a fene enné meg a tidejét, a máját, minden odaportáját. Ha azt mondja, that is good, akkor csal meg a hújtud. Mégis úgy tud a német, hogy a fene enné meg. Ó, nagy ég, mit már érted? Hisz ez felségárulás. Mit mond? Huncut a német. Hallgatásátok el, mielőtt a király meghalasszik. Ugyan, hölgyeim, hagyjátok! Hát nem látjátok, hogy azt sem tudja, mint beszél? Ahogy mosolyog, biztosan azt hiszi, hogy valami szépségeset mondott. Téged aztán jól megtanítottak az igazi magyar beszédre? Mégis ki volt a tanítód? Rási Efendi, jó magyar úr. Ilyen csak kedvelem. Szép volt ez a vers, csak egy picit rövid. Úgy tud a német, de a néha a magyar is.